Ez a Pannon Televízió esti híradója. Köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Szeptember 29-e van Mihály névnapja. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei, először csak röviden. 2025 őszén kezdődhetne meg a sorkatonasság Szerbiában. A minimálbér 13,7%-os növekedése a többi fizetést is magával húzhatja. Tüntetést hirdettek hétfőre a szabadkai gazdák. A Hezbollah több vezetője ellen is merényletet hajtott végre Izrael a napokban. 2025 őszén kezdődhetne meg a sorkatonasság Szerbiában. Évente 20 ezer kis katona szolgálhatna, jelentette ki Milos Vučević. A szerb miniszterelnök azt mondta, teljesen más feltételek mellett szolgálnak majd a katonák, nem kell a 80-as és 90-es évekhez való visszatérésre gondolni, ami lehetetlen és szükségtelen is. Hozzátette, a szolgálat társadalmilag elfogadható lesz. A sorkatonaság időtartama 75 nap lehet, a szerbiai katonaságnak jövő szeptemberre pedig készen kell állnia az első bevonulók fogadására. A minimálbér 13,7%-os növekedése a többi fizetést is magával húzza, azok is emelkednek majd, mondta a Szerbiai Munkáltatók Uniójának elnöke Milos Nenezić. A legkisebb garantált jövedelem januártól nő. A rendszer jellegéből kifolyólag a kormány intézkedést követően sok cégben, intézményben emelik majd az alkalmazottak bérét, de ezt a munkáltatók is pozitívan ítélik meg, húzta alá Nenezić. Hozzátette, Szerbia gazdasága napról napra erősebb. Újvidéken tüntettek ma az elégedetlen mezőgazdasági termelők. Több egyesület mezőgazdászai gyűltek össze a tartományi kormány épülete előtt az állam által be nem teljesített ígéretek és a mezőgazdaság jelenlegi helyzete miatt. A gazdák azt nehezményezik, hogy a korábban kért követelményeikből az ország keveset teljesített. Most egyebek mellett azt kérik, hogy január 1-től ne kelljen jövedéki adót fizetniük tankoláskor a benzinkutakon. Továbbá, hogy azonnal fizessék ki nekik a minősített vetőmag utáni 17 ezer dináros támogatást, ne pedig decemberben. A gazdák a tartományi kormány épülete elé egy kereszttel érkeztek, amelyen a Szerbia mezőgazdasági felirat volt olvasható. Ezt beleásták a földbe az épület előtt. Holnap 9 és 10 óra között Szabadkán is lesz gazdatüntetés. A termelők a nagy fény felé vezető úton a körforgalomnál gyülekeznek. Három évtizede ad hírt a bánáti újság az ott élőknek az ott történt eseményekről. Az újság a hét nap mellékleteként jelenik meg a bánáti magyarság tájékoztatása érdekében. A 30 éves közös munkát egy találkozással és közös beszélgetéssel ünnepelték meg. Adj a vörös vonalon innen Bánátnak egy magyar lapot, a Torontál helyett új arcunk serén, hogy ne vesszen el a szavunk és a zenénk. Hogy ne éhassák igényeinkből a maradék remény. Régi és jelenleg is aktív újságírók találkoztak vasárnap délelőtt is a Szent Miklóson. Az eseményt a katolikus templom parókiáján tartották meg, ott, ahol megindulásakor az újság szerkesztősége működött 8 éven át. A bánáti újság elsőként 1994. augusztus 18-án jelent meg az akkori szabad hét nap mellékleteként. B. Varga László volt az újság első szerkesztője, aki elmondta, először 4-5 tudósítóval dolgoztak, majd később ez a szám 20 körülire növekedett. Az újság megjelenése pedig akkor nagy segítség és támogatás volt a helyieknek. Nagyon hiányzott a dolog, különösen azért, mert a körülmények olyanok voltak, amilyenek, a megélhetőség is nehéz volt, a fiataljaink próbáltak kimenekülni a behívók elől, és fontos volt, hogy tájékoztassuk egymást. A bánáti újságot eredetileg önálló lapként képzelték el az ötletgazdák, többek között Csé Simon István, Dobai József, Jung György és mások. Viszont ez akkor nem tudott megvalósulni, így az akkori szabad hét nap állt melléjük, a melléklet megjelentetésének egyik főtámogatója pedig Dudás Károly, akkori újságíró főszerkesztő volt. Mi pontosan tudtuk, hogy ez a közösség
a mi számunkra ugyanolyan fontos, mint a szabadkai közösség, vagy a szülőfalunk Csantavér közössége, talán még fontosabb, hiszen nyilvánvaló, hogy ínségesebb időket ért a bársági magyarság, mint a bácskai például. Az elmúlt 30 évben pedig közös erővel minden évben megjelenik a melléklet. Az újság volt, amikor 8 oldalas volt, de később ez mindig változott. Jelen pillanatban 4 oldalas a melléklet, emelte ki a heti lap főszerkesztője Tóth Lívia. Állandó külmunkatársaink vannak, hát nem sokan, 3-4-en, de most ugye abba különbözik a mostani bánáti újság, meg egyáltalán a hétnap koncepciója, ugye, hogy most az újság az heti laposodott, tehát most ilyen nagy anyagok jelennek meg benne. A régen pedig hát inkább ilyen kis híreket, kisebb írásokat küldözgettek be ugye a tudósítók. A találkozó alkalmával egy perces néma csenddel tisztelegtek a már elhunyt újságírók előtt, majd a helyi óvodások és iskolások alkalmi műsorral készültek az egybegyűlteknek. Gála műsorral zárult szombat este a Topolyai Mezőgazdasági Iskola és Diákotthonban megrendezett Vajdasági Magyar Táncház találkozó és sokadalom. Fremond Árpád köszöntőjében azt mondta, a rendezvény fő célja a találkozás mellett, hogy a hagyomány értékeinek felmutatása és közösségben való megélése révén élővé tegyük a magyar néptánc tradíció kiemelkedő örökségét. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke úgy fogalmazott, ügyelünk a hagyományokra, értékeljük a gyökereket és a történelmi örökségének fontosságát. Az itt fellépők bátran megmutathatják tudásukat, a kollektív örökség iránti tiszteletüket és egyéni stílusukat. A szülőföld kincseiből olyan előadást mutatnak be, amelyet szemlélve a közönség is közelebb kerülhet önmagához, zárta gondolatait Fremond. A libanoni militáns szervezet a Hezbollah több vezetője ellen is merényletet hajtott végre Izrael az elmúlt pár napban. Az izraeli hadsereg szombaton közölte, hogy az előző napi célzott beiruti légicsapásban életét vesztette Hassan Nasrallah, a Hezbollah főtitkára. Izrael azóta más személyeket is likvidált. Kérdés azonban, hogy a hasonló merénylet sorozatok nem vezetnek-e a még komolyabb konfliktushoz a Közel-Keleten. Az elmúlt több mint egy hétben a libanoni militáns szervezet tagjainak és vezetőinek ezreit ölte vagy sebesítette meg Izrael csipogók tömegébe épített bombákkal és légicsapásokkal. Pénteken a Hezbollah legfőbb vezetőjét, Hassan Nasrallahot ölte meg egy rakétacsapás. Ezt követően rendkívüli intézkedések történtek az iráni vezetés biztonságának garantálására. A Reuters jelentése szerint elbújtatták Irán legfőbb vallási vezetőjét, Hamenei Ajatollahot. Hamenei Ajatollah egyébként Nasrallah halálhírére 5 napos nemzeti gyászt rendelt el, és nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a térség jövője az ellenállás erőin múlik, élükön a Hezbollah-hal. Az iráni elnök is megszólalt a Hezbollah vezérének likvidálása után, és az Egyesült Államokat bűnrészességgel vádolta, mondván, hogy az amerikai fegyverszállítmányok tették lehetővé a gyilkos akciót. A legújabb áldozat a jelentések szerint Nabil Kauk, egyike a Hezbollah még életben maradt legfelsőbb vezetőinek. A Guardian jelentése szerint Kauk egyike volt azoknak, aki szóba kerülhetett, mint Nasrallah utóda. Ami biztos, hogy nem marad vezető nélkül a szervezet, sajtóhírek szerint például Nasrallah unokaöccse is szóba került. Azzal, hogy Izrael elkezdte likvidálni a több tízezer harcossal rendelkező militáns szervezet legfőbb vezetőit, illetve állítólag a Hezbollah is tervezett merényleteket Izraelben, a konfliktus új szintre lépett. Josep Borrell, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője arra figyelmeztetett, hogy a Közel-Kelet a teljes háború felé tart. Az ENSZ biztonsági tanácsának Gázával foglalkozó ülését követően New Yorkban újságíróknak nyilatkozva Borrell sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy úgy tűnik egyetlen hatalom sem képes megállítani Benjamin Netanyahut, és hozzátette, az izraeli miniszterelnök elszántnak tűnik a libanoni és gázai fegyveresek mindenáron történő eltiprására.
Az Európai Unió már szombaton arra kérte a légitársaságokat, hogy legalább október végéig kerüljék el Izraelt és Libanont is, több uniós tagállam pedig Libanon elhagyására szólította fel még ott maradt állampolgárait. Megtalálták Hassan Nasrallah, a Hezbollah szervezet vezetőjének holttestét a romok között Beirutban, ahol Izrael intézett légicsapást a szervezet katonai parancsnoksága ellen, közölték biztonsági források. A Hezbollah vasárnap megerősítette, hogy az izraeli támadásokban meghalt Nasrallah egyik helyettese, Ali Karaki is. A holttestet a Hezbollah főhadiszállásaként használt katonai bunker romjai között találták meg két nappal azután, hogy az izraeli hadsereg légicsapást intézett a lakóházak alatt katonai parancsnokságra. Ukrán források szerint 9 ember vesztette életét és 12 megsebesült az észak-kelet-ukrajnai Szumi városában, amikor két orosz rakéta csapódott a helyi kórház épületébe. Az első találat után a helyi mentőegységek megkezdték a sebesültek evakuálását a jelentős károkat szenvedett épületből. Ekkor érkezett a második rakéta. Ukrán katonai források megerősítették, hogy iráni gyártmányú Shahed drónokat vetettek be az oroszok a kórház ellen. Szumi mintegy 32 kilométerre fekszik az oroszországi Kurszki területtől, ahova augusztusban ukrán csapatok nyomultak be, hogy a Kreml katonai figyelmét eltereljék az ukrajnai frontvonalról, és tehermentesítsék határmenti területeiket. Nézzük a híradó további témáit. Megnyílt a Vajdasági Hivatásos Színházak 73. fesztiválja. Újra jó formában a TSC. Megnyitották a Vajdasági Hivatásos Színházak 73. fesztiválját Szabadkán. Egy hét alatt 10 alkotást tekinthet meg a közönség. Az Ede tragédiája című színdarabbal nyitották meg a fesztivált. Szeptember 28-a és október 4-e között két színpadon váltják egymást az elmúlt évad legjobb vajdasági színházi produkciói. Pozorište je živi organizam, koji diše zajedno sa publikom, koji raste i menja se sa svakim novim izvođenjem. Naš grad, poznat po svojoj kulturnoj raznolikosti i otvorenosti, idealno je mesto za ovu manifestaciju. A fesztivál válogatója Alexandra Glovacki a 25 megtekintett előadásból 6 felnőtteknek és 4 gyermekeknek szóló produkciót emelt ki, amelyek érdemesek arra, hogy a fesztivál zsűrije és közönsége is megtekintse azokat. Subotica je grad sa dugom istorijom negovanja umetnosti i zato smo na pravom mestu održavanje festivala koje ove godine živi svoje 73. izdanje. Naša pozorišna scena od uvek je bila mesto gde se susreću različite ideje, gde publika ima priliku da se uveri u magiju pozorišta i gde umetnici mogu da izraze svoje najdublje emocije i misli. A fesztivál előadásaira szóló belépőjegyek a Jadrán színpad teraszán található jegypénztárban, a 024-557-436-os telefonszámon, vagy a szuteatar.org weboldalon foglalhatók. Őszi Szalon 2024 címmel nyílt kiállítás a Szabadkai Népkörben. A Magyar Művelődési Központ Olán Sándor képzőművészeti szakosztálya harmadik alkalommal rendezi meg éves tárlatát. 14 amatőr felnőtt képzőművész van, az mindegyik egy, esetleg két munkát állított ki, viszont a gyerekeknél ott egy más technikával dolgozunk, ott grafikával, részkarcot, mezotintát és rézmetszettel, itt sokkal több nyomat van. Terményáldással és ünnepi szentmisével zárult a 34. szüreti ünnepség Horgoson. Hálát adni és a földi javakért áldást kérni gyűltek össze a hívek a horgosi Havas Boldogasszony plébánia templomban. Ugyanis az ember az, aki a magot a földbe rejti, öntözi, ápolja, gondozza, munkája azonban az Isten kezében van. Népviseletbe öltözött gyerekek és a borlovagok bevonulójával kezdődött meg a szüreti programot is záró szentmise Horgoson. Hívőkkel telt meg a helyi Havas Boldogasszony plébánia templom, hálát adni jöttek az emberek. Én nem horgosi származású vagyok, a nagyszüleim élnek itt. Ma minden vasárnap ide jövünk szentmisére, és ma a szüreti napok miatt jöttünk el, azért, hogy hálát adjunk a termésért.
Az idei időjárási viszontagságok ellenére is különféle gyümölcsök díszítik az oltárt, emiatt köszönettel tartozunk az Istennek, mondta Farkas Károly, a Horkosi Szent Orbán borlovagrend tagja. Hát az őszi munkák befejezését jelenti ez a szüreti napok, és az áldás viszont azért, hogy hát bízunk hozzá, kérjük az áldást, hogy hát jövőre jobb legyen. Mi a helyzet az idei évben egyébként? Milyen lett a termény? Hát az idei év az nagyon nehéz volt. A termés is csökkent, mert volt fagykár is, és a szárazság is nagyon belenyomhatott. A rendezvény utolsó napja mindig egy kicsit nyugodtabb és meghittebb. Hálát adunk a jó Istennek mindazért, amit az idei évben adott nekünk, mondta Sós Nóra, a Juvenior Polgárok Egyesületének elnöke. A munkáért, a lehetőségét, az erőért, az egészségét, amelyre mindezt végig tudtuk vinni, illetve a szervezésed is, hiszen valóban néhány hónapos folyamatról van szó. Az egész hétvégét pedig nagyon szép ünnepnek és a legjelentősebb ünnepünként emeljük ki az évben, és azt hiszem, hogy mindenki megmozdult településen. Könyörögjük! Kérünk, Urunk Istenünk, áld meg ezeket a terményeket! A mise végén Gutási Ákos plébános megszentelte az idei termést, majd imával mondott köszönetet. Bödő Róbert, azaz DJ Noise emlékére szerveztek bulit Magyar Kanizsán, aki a Pannon Rádió Hangár című műsorának házigazdája is volt, ahol a hallgatók zenei kívánságait teljesítette. DJ Noise néven ismert lemezlovasként dolgozott Vajdaságban és Magyarországon. Bödő Róbert, azaz DJ Noise közel 5 éve nincs már közöttünk, azonban munkássága maradandó nyomot hagyott a zenei életben. Igen, ő egy nagyon ikonikus alak volt a Gardenba, ugye rezidenzését. Nagyon szerettük a bulait, mindig fergeteges hangulatot csinált mindig. Az eseményen River, Pajero, Irvine, Vlass és Molnár B. gondoskodtak a fergeteges hangulatról, akik mindannyian személyesen is ismerték Bödő Róbertet, és korábban együtt is dolgoztak vele. A fellépők nem csak tisztelegtek DJ Noise emléke előtt, hanem közösen idézték fel azokat a pillanatokat, amikor még együtt zenéltek a pult mögött. Ma éjszaka leginkább a 2000-es évek és a 90-es évekbe fogunk egy picit visszamenni, ezzel is emlékezve jó barátom DJ Noise munkásságára, hiszen az ő profilja volt a 2000-estől a 2015-ös évekig talán, és egy picit a 90-es évekbe is visszamegyünk. Testvére Bödő Gábor elmondta, hogy a jövőben is tervez emlékbulikat szervezni. Célja, hogy a közösség számára DJ Noise munkássága és emléke tovább éljen. Ezekkel a bulikkal pedig a jövő generáció is megismerhetik azt a hangulatot, amit ő teremtett meg fellépéseivel. A Robit szerintem nem kell bemutatni senkinek. Igazából az én korosztályom és a sokkal fiatalabbak is mint ismerték a Robit. Ő ott volt, ő a parti életnek a részét képezte. A DJ pult mögött elválaszthatatlan volt szinte minden buliban. Amiben nem zenélt, általában ahhoz is volt köze. Tehát ő nagyon sok helyen megfordult, mint Szerbiában, mint Magyarországon, akár Ukrajnában, Romániában is fellépett. A buli folyamán a közönség élvezhette DJ Noise kedvenc mixeit, zenéit, amelyekkel generációkat szórakoztatott. A nyitó bulin is ráemlékezve idézték fel azokat az éveket, amikor még ő állt a DJ pult mögött, és a táncparkett megtelt energiával. Már 5000-nél is több rákosi vipera született a faj megőrzési programban Magyarországon. Az idén 20 éves fennállását ünneplő Rákosi Vipera Védelmi Központban a nyár folyamán 40 nőstény, összesen 523 utódja, 261 hím és 262 nőstény jött a világra. Az idei utódnemzedékkel együtt az eltelt két évtized alatt 5419 kígyó látta meg a napvilágot a központban. A tenyésztésben eddig 178 ivarérett nőstény vett részt, akik összesen 536 almot. Almonként átlagosan 10 kis viperát hoztak a világra. Az itt született és felnevelt állatok jó része már a faj számára fenntartott élőhelyeken, a szabad természetben élnek. Kettő egyre nyert a TSC a Csukaricski vendégeként a Szerb Szuperliga 10. fordulójában szombaton este Belgrádban. A topolyaiak közül Csirkovics az 5., Gyákovács az 56. percben talált be a kapuba.
A hazaiak egyetlen gólját Cvetkovics a 37. percben szerezte. A TSC az előző fordulóban 5 gólt rúgott a Novi Pazar együttesének, mostani győzelmével pedig ismét bizonyította, hogy kész kilábalni a hullámvölgyből. Jovan Damjanovics csapata 13 ponttal jelenleg a 7. a tabellán, melyet a Crvena Zvezda vezet 25 ponttal. A TSC szombat este egy olyan mérkőzést játszott, amely a csapat számára rendkívül fontos volt, emelte ki Palágyi Szabolcs. A TSC vezérigazgatója hozzátette, mindenképpen pozitív eredményt szerettek volna elérni, hogy a csapat hangulatán javítsanak. Pozitív eredmény lett volna a döntetlen is, de is sokkal jobb, mert úgy érezzük, hogy a gyerekek, a fiúk nagyon jól dolgoznak, nagyon keményen dolgoznak, és fontos volt ahhoz, hogy a táblázaton előre lépjünk a múlt fordulóba, szerzett 3 pont után megint szerezünk pontot, illetve pontokat. Tehát pontokat sikerült szerezni, ami nagyon nagy öröm számunkra. És ami nagyon biztató, hogy nagyon éretten játszottuk le a mérkőzést. Tehát ahogy belementünk a mérkőzésbe, a mérkőzés kezdetén lőttük a vezető gólt. Egyedül ott éreztem az első fél időnek az utolsó 10 percben egy picit, hogy visszaestünk, de normális, hogy nem bírunk olyan tempót játszani, meg folytogatni az ellenfelet fönt a saját tér felén egész fél idő alatt. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. 2025 őszén kezdődhetne meg a sorkatonasság Szerbiában. A minimálbér 13,7%-os növekedése a többi fizetést is magával húzhatja. Tüntetést hirdettek hétfőre a szabadkai gazdák. A Hezbollah több vezetője ellen is merényletet hajtott végre Izrael a napokban. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon, a pannonrtv.com-on. Legyen szép estejük, viszontlátásra!